mai videó egy nagyon izgalmas videó számomra, úgyhogy igazából nem is húzzam az időt, mert úgyis tudjátok a címből, hogy miféle videó lesz ez, és el is kezdeném, mert hihetetlen izgatott vagyok. Mi lehet jobb egy darab Zoeva PR csomagnál? Két darab Zoeva PR csomag, kettő is van a kezeimben méghozzá azért, mert az egyiket nem tudták kézbesíteni, még régebben nem voltam itthon. Nem volt, aki átvegye, így azt hiszem, hogy felhalmozódott náluk, és közben ki kellett deríteni a telefonszámomat, mert az nem volt meg nekik, mert hogy a másodikat sem tudták kézbesíteni, és így most kettő van. Először kinyitom azt, amelyik a régebbi, tehát ez márciusi csomag, és igen, nagyon sokat már láttam ezeket a termékeket, akik ugye szintén kapnak az Zoevától PR csomagokat, és nagyon szomorú voltam, hogy én nem kaptam belőle, de úgy látszik, hogy mégis kaptam, csak közben elveszett, és már most gyönyörű. Imádom egyébként a Zoeva termékeit, ha még nem tűnt volna fel, minden termékét imádom. Nagyon jó minőségű szemfestékeik vannak, a szemöldök cuccaik is nagyon jók, pedig én nem szeretem a szemöldök ceruzákat, de az övékén nagyon jó. Majd fogtok hallani később kedvences videóban róla, de most akkor inkább nézzük, hogy mi van itt. Igen, ez a Sweet Glamour Collection, ami ugye április 10-től már elérhető, de én hozzám csak most jutott el, de jobb később, mint soha. És akkor nézzük, mi van a sok csomagoló papír alatt. Jó, igazából már tudom, hogy mi lesz, mert ugye már említettem, hogy láttam a többieknél, de és egyébként néztem a honlapon, hogy úristen, meg kéne rendelnem, mert valamilyen nem küldtek nekem, miért nem küldtek, és már ott voltam, hogy megrendelem, és a csomagolása az szerintem így magáért beszél, tehát hogy ennél több nem kell. Szerintem imádom a pasztel színeket, imádom az ilyen vízfesték motívumokat, jó, ez nem az, viszont azért eléggé hasonlít rá, és akkor nézzük a termék. Oh. Igen. Kettő darab pirosító található benne, és egy highlighter. Hát most én nem szeretnék ezekről mintát mutatni, mert leszeretném őket fotózni. Hát így néznek ki. És akkor nézzük meg a nagyobb palettát. Szintén ugyanolyan gyönyörű csomagolása van. Így néz ki. Ilyen gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű színek vannak benne. Pasztel színek, nagyon szép. Vannak benne fényes árnyalatok, itt ez fényes, ez, illetve ez, és a többi pedig matt árnyalat. Ez szobadekorációnak is ki fogom rakni szerintem, vagy nem tudom, de gyönyörű ez a paletta, meg a másik is. Nézzük a következő csomagot, amivel, mivel későn érkezett hozzám a többiekhez képest, nagyjából szintén tudom, hogy mik várhatóak benne, de így is annyira izgatott vagyok. Ez a kedvencem, a Zoeva csomagok kicsomagolása. És ez a Basic Moment kollekció, ami május 15-től elérhető, úgyhogy lássuk, milyen újdonságokat vásárolhattok most a Zoevánál. Ebbe egy gyönyörű, gyönyörű színű pirosító van, egy ilyen nagyon erősen arany highlighter, és egy kontúrszín, ami ha jól látom, nem csillámos, vagy talán egy nagyon minimális van benne. Hát ezt most így nem tudom, majd biztos fogtok ezekről a palettákról később hallani, de minden esetre úgy tűnik, hogy egészen ilyen szürkés barna az árnyalat, tehát az én világos bőrömhöz, bár egy picit barnultam, nem tudom, észrevettétek-e. Szóval az én világos bőrömhöz tökéletes lesz, és ennek is gyönyörű csomagolása van. És akkor, igen, jól sejtettem, ennek is van egy szemfesték palettája is. Nem kell csalódnom, azt kell, hogy mondjam, szintén megtalálható benne fényes, illetve matt árnyalat. Itt az alsó sor az fényes, és a felső pedig matt, és hát ha jól látom, valahogy így az a koncepció, hogy az alsó sorban nagyjából azok a színek vannak megfényesítve, amik a felső matt sorban találhatóak. Nagyon szép természetes árnyalatok, tehát ezzel
egy nagyon mindennapos sminket is el lehet készíteni, illetve azért egy vadabb sminket is. Ennyi lett volna már ez a videó. Én nagyon hálás vagyok a Zoévának, és szeretném nekik megköszönni az összes eddigi terméket, amit kaptam tőlük, mert mindegyikkel nagyon-nagyon elégedett vagyok. És nagyon köszönöm nektek is, hogy megnézitek a videóimat, meg minden. Na mindegy, most nem akarok nyálaskodni, de tényleg, szóval ez nagyon jó érzés nekem is. Csak szeretném, ha tudnátok, hogy hálás vagyok. Na, nem tudom minden videóban elmondani, hogy mennyire köszönöm, de igyekszem minél többen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezúttal is, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor akár lájkoljátok, illetve írjatok kommentet, hogy nektek mi a kedvenc Zoéva terméketek, vagy mit szeretnétek tőle esetleg kipróbálni, vagy mit rendeltetek, ami nem sokára meg fog érkezni, vagy mit fogtok megrendelni előreláthatólag, és legyen csodaszép napotok! Sziasztok!